Ez az út vezet be a 6-os számú főútvonalról Bonyhád belvárosába. Itt a Gyárút és az Zinyi utca sarkán rendszeres a torlódás. Az önkormányzat évek óta tesz kísérleteket arra, hogy forrást találjon egy biztonságosabb közlekedési rendszer kialakítására. A Magyar Közúttal közösen benyújtott pályázatot ezúttal sikert koronázta, és a héten elkezdődhet a körforgalmi csomópont megépítése. Az ütemezésről egyeztettek az önkormányzat, a közút, a kivitelező, valamint a rendőrség képviselői. Körforgalom kicsit becsúszik ide a parkba, és körülbelül így ezen a részen lesz. A Székely Emlékparknak az elemei elbontásra kerülnek, majd a kivitelezés befejezést követően, egy felújítást követően újra elhelyezésre kerülnek. A buszmegálló bekötő része megszűnik, az is park lesz, és erre felé fog kikötni a Gyár utcára a buszforgalom. Kozma Anikó, a Bonyhádi önkormányzat irodavezetője azt mondja, folyamatosan járható lesz majd az utca, de részleges útlezárásokra számítani kell majd. A beruházás 3 ütemben zajlik. A kivitelezés teljes ideje 6 hónapig fog tartani. Ebből az első ütem, amikor is a Zrínyi utcai járdaszigetek és a Zrínyi utcai gyalogátkelőhely megszűnik, ez pár napot vesz igénybe, ez még ezen a héten lezajlik, és utána indul a következő ütem, amikor is a Gyár utcának ez a szakasz a lezárásra kerül. A beruházás teljes költsége meghaladja 280 millió forintot, mely a területfejlesztési operatív program támogatásával valósul majd meg.